Ilyen hangulat volt tavaly már kora délután, a Fezen első napján. Ez pedig már a hamarosan rajtoló fesztivál nagy színpada, ahová a szervezők több száz embert várnak szerdán kora este. Nagyban zajlanak a munkálatok a Harman Main Stage-en, ahol 17 órakor szerdán a Lord fog elsőként fellépni. Az első két napban elsősorban a metal, illetve a rock zenekarok fognak helyet kapni a főszínpadon, de későbbiekben majd populárisabb vizekre is evezünk, és itt fog fellépni például Dash, a Valmar és a Scooter is. A Lord mellett elsők között fog fellépni a Pornograst a Fehérvár nagy színpadon, illetve a Social Free Face a Petőfi sátorban. Hogy a fesztiválon zökkenőmentesen menjen minden az elkövetkezendő négy napban. A nyitás előtt számos önkéntes, hangtechnikus és színpadépítő munkás dolgozott az esemény területén. Kovács Antal úgy látja, ebben az esztendőben is sikeres lesz a Fezen Fesztivál. Szépen alakul a fesztivál, a szerda csütörtök az egy picit lazább nap lesz, a szombat az szinte biztos, hogy teltházas lesz, a péntek egyelőre úgy néz ki, hogy teltházas lehet. Hát kicsit kapkodós a vége, de hát ez mindig így van, ugye a szakmában van egy mondás, hogy majd az ideg összerántja, de szerintem holnap délután kettőkor ki fognak nyílni a kapuk, és várunk mindenkit. A Fezen Fesztiválra látogatók 7 helyszínen 90 fellépőt hallgathatnak meg a 4 nap leforgása alatt. A kora délután induló fesztivál részletes programját a www.fezen.hu oldalon találhatják az érdeklődők. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3